Mikor pedig eljő az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és előbe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől, és a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak, gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam és megruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? Vagy szomjúhoztál, és innodattunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? Vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felelvén a király azt mondja majd nékik, bizony, mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is. Távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalainak készítetett. Mert éheztem, és nem adtatok ennem. Szomjúhoztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem. Mezítelen voltam, és nem ruháztatok meg engem. Beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd néki, mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked? Akkor felel majd nékik, mondván, bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egyel eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre. Kedves testvéreim, bizonyára többen emlékeztek rá, hogy amikor így legutoljára voltunk együtt egy ilyen vasárnap délutáni evangelizációs istentiszteleten, akkor arról volt szó, hogy Jézus, aki előbb 2000 esztendővel ezelőtt testi valóságában volt jelen ezen a földön, és aki azóta is, tehát halála és feltámadása óta is lelke által az ő láthatatlan valóságában mindmáig itt van közöttünk, jelen van közöttünk, újra megjelenik majd egyszer, de akkor majd úgy jelenik meg, mint aki kilép az elrejtettségből, kilép a láthatatlanságnak abból a felhőjéből, kilép az ő isteni inkognitójából. Tehát úgy jelenik meg, hogy az ő vakító, leleplező és mindent lenyűgöző isteni mi voltában meglátják őt majd az emberek. Azok is, akik várták, meg azok is, akik nem várták. Akik szerették, meg akik nem szerették. Akik hitték, meg akik tagadták. Ő maga így mondja ezt, hogy meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. De közvetlenül ezt megelőzőleg pedig azt mondja, és akkor sír a föld minden nemzetsége. Na hát itt álljunk meg egy pillanatra. Mert itt az a nagy kérdés, hogy ki miért sír majd? Talán a késő megbánásnak a fájdalmában, vagy a hűség jutalmazásának az örömében sír? Tehát a fájdalom könnyei, vagy pedig az öröm könnyei lesznek a szemében. És akkor fog majd beteljesedni az is, ami így van megírva, hogy minden térd meghajol a Jézus Krisztus előtt, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr az Atya Istennek a dicsőségére. De itt megint az lesz majd a nagy kérdés, hogy a kétségbe esés kényszerével, vagy pedig a célhoz érkezettségnek a nagy újjongásával hódol-e majd előtte valaki.
Tehát az ő utolsó, az ő végső, nagy, dicsőséges megjelenése, az utolsó, a végső, nagy ítéletet is hozza majd magával. Így is valljuk ezt az apostoli hitvallásban is. Onnét lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Múltkor arról beszéltünk, hogy onnét lészen eljövendő. Most pedig arról, hogy ítélni lesz eljövendő eleveneket és holtakat. Az előtt felolvasott jézusi példázat is erről a végső nagy ítéletről beszél. Próbáljuk meg tehát mostan úgy látni a jövendőt, mint ítéletet. Az ítélet szónak, kedves testvérek, a történelem folyamán, az elmúlt 2 évezred folyamán valami nagyon sötét és valami nagyon fenyegető hangzása lett, sajnos. Gondoljunk csak például arra a híres középkori énekre, amelyik így kezdődik, dies iré, dies illa, amit különböző zeneszerzők is úgy érzékeltettek a műveikben, hogy az ember, amikor hallja, szinte bele remeg a lelke. És ami a legújabb énekes könyvünkbe is föl van véve, és ilyen borzongató szavakkal, hogy jön a harag napja lánggal, végez majd a rossz világgal, hogy remeg majd holt meg élő, hogyha jön a bűnítélő, minden tettet számon kérő. Az embernek szinte megborsódzik a háta, amikor ezt hallja. Én azért nem is szoktam énekeltetni itt a gyülekezetben sohasem. Megmondom őszintén. Nem szeretem ezt az éneket. Vagy ki ne ismerné Michelangelónak a híres utolsó ítéletét, a Sixtusi kápolnának a hátsó falán. A középen ott áll Jézus, a haragvó bíró. Kemény, elutasító mozdulattal fordul a kárhozottak felé, az elvetettek felé, akik kétségbe eséstől eltorzult arccal fetrengenek a lába előtt. És a mártírok, akik körülveszik Jézusnak az alakját, még szinte úgy biztatják, hogy álljon csak bosszút rajtuk, sok gonoszságukért. Mária pedig, aki ott ül Jézus lábainál szintén, iszonyattal teljesen fordul el ettől a szörnyű jelenettől. Nos, testvérek, hát valóban így kellene elképzelnünk nekünk azt a végső nagy ítéletet? Ilyen borzalmasan? Ilyen szörnyűségesen? Nem! A leghatározottabban mondom, hogy nem! Annak a nagy ítéletnek is, amifelé haladunk, amit a jövőben várunk, elsősorban evangéliumi jellege van. És az evangélium, ugye tudjátok, azt jelenti, hogy örömhír. Istentől jövő jó üzenet. Sőt, még az Új és Új Testamentum eredeti szövegében, eredeti nyelvén is az ítélet szó maga nem annyira a büntetés és a jutalmazás jogi aktusát, tehát bírói ténykedését jelenti, hanem sokkal inkább a bűn miatt megsértett isteni rendnek a helyre állítását. Tehát az az ítélet olyan értelemben jelent majd isteni igazságszolgáltatást, hogy igen, az Isten igazságot szolgáltat mindazoknak, akiket itt a Földön valami igazságtalanság ért. Helyreállítja a jogát azoknak, akik valami jogtalan sérelmet szenvedtek. Örökre megvigasztalja azokat, akik emberek gonoszsága vagy a sorsuk keménysége miatt itt ezen a Földön jajgattak és sírtak. Tehát röviden érvényesíti, helyreállítja azt a jogrendet és azt az igazságosságot, amit itt ezen a Földön mindig újra megzavar és megsért a bűn, és ezzel együtt leleplezi és megszégyeníti mindazt az emberi gonoszságot, ami miatt olyan sok ember szenved.
Ott teljesedik majd be az, amit Jézus ígért, hogy boldogok, akik itt szegények voltak, mert ímé kiderül, hogy valóban övék a mennyeknek országa. És hogy boldogok, akik itten sírtak, mert ímé örökre megvigasztaltatnak. És boldogok, akik irgalmasságot és békességet gyakoroltak, mert az örök irgalomban és békességben lesz részük. És boldogok, akik háborúságot szenvedtek valamiféle igazságért, mert kiderül, hogy nekik volt igazuk. Akkor lesznek majd igazán boldogok mindazok, akik hittek, ürtek, szerettek, reméltek, áldoztak, segítettek, jók voltak, mert ott fog majd lelepleződni, hogy ez volt a helyes emberi magatartás, és hogy nekik volt igazuk minden látszat ellenére is. A nagy isteni igazság szolgáltatás igazolni fogja őket. Jézusnak azzal az utolsó, azzal a végső, nagy, dicsőséges megjelenésével lelepleződik maga az Isten. Láthatóvá válik majd, hogy Isten valóban az igazságnak, a békességnek, az örömnek, a szeretetnek, az irgalomnak, a jóságnak az Istene. És mindazokat, akiknek az embertársaikkal szemben való magatartásán átsugárzott valami ebből az isteni tulajdonságból, az irgalomból, a szeretetből, a jóságból, az örömet okozó segítésből. Mindezeket Jézus, mint egy hatalmas lelki mágnes magához vonzza be az ő dicsőségébe, mint akik ő hozzá tartoznak. Tehát, aki enni adott az éhezőnek, és inni adott a szomjúhozónak, és meglátogatta a beteget, és megvigasztalta bármilyen nyomorúságba esettet, és aki ruhát adott a ruhátlannak, és befogadta a lakásába, meg a szívébe a jövevényt, az idegent, a hontalan, a rászorulót. Tehát, akiben ez a jézusi lelkület már eddig is élt és működött, azok mind örökölni fogják azt az országot. Örökre részeseivé válnak annak a világnak, amelyikben az örök szeretet, az örök jóság és az örök békesség, tehát Jézus, az Isten uralkodik. Természetes, ebből következik viszont az is, hogy akik számára pedig ez a jézusi lelkület, tehát ez a másokon könyörülő és másokhoz lehajló és segítő jézusi lelkület, Jézusnak ez a szeretete hiányzik. Akik számára ez idegen volt, vagy ismeretlen volt, azokat pedig ugyanez a nagy lelki mágnes eltaszítja magától, mint őtől le idegen elemet. Hiszen mit is keresnének? Az Isten örök irgalmas szeretetének a világában azok, akiktől mindig is idegen volt ez a világ. Mert most, hogy kiket fog majd magához vonzani, és kiket fog magától eltaszítani, ugyanaz az örök szeretet, ugyanaz az örök mágnes, ez derül majd ki azon az végső nagy ítéleten, amikor ez az örök szeretet a maga teljes isteni dicsőségében megjelenik. Ezért mondja Pál apostol egy másik helyen, hogy nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt. Ez a szó, hogy megjelenni, amit a magyar Bibliánk így fordít, az eredeti szövegben sokkal gazdagabb értelmű. Nem csak egyszerűen azt jelenti, hogy odaállni a Krisztus ítélő széke elé, hanem valahogy olyan formát jelent, hogy ott a Krisztusnak a jelenlétében, a megjelenő Krisztusnak a jelenlétében, fényében, ott fogunk majd mi mindnyájan igazán ismerté válni. Tehát a magunk igazi, legmélyebb valójában megmutatkozni,
az énünkben, a legtitkosabb lényünkben ott fogunk nyilvánvalóvá válni, lelepleződni. Ott fog az igazi énünk láthatóvá válni. Mert most még egyikünk sem mutatja olyannak, vagy egyikünk sem látszik olyannak, mint amilyen valójában. Most még csalhatjuk a világot, meg csalhatjuk önmagunkat is, de majd ott, a nagy megjelenésnél lehull minden állat, minden szerep, minden mutatás, és ott a csupasz énünk fog majd ott állni a Krisztus előtt. Ott fog majd kiderülni az is, hogy mi volt a jó és mi volt a rossz. Mi volt az igaz és mi volt a hamis. Még az is, amiről nem is tudtunk. Uram, mikor láttuk, hogy éheztél és enned adtunk volna? Vagy éheztél és nem adtunk volna enned? Ámulva látjuk majd, hogy nem is tudtuk, mikor tettünk valakivel valami jót. Vagy mikor nem tettünk valakivel valami jót. Ott derül majd fény a szívünk legelrejtettebb gondolataira is, a legféltve őrzöttebb titkainkra is. Ott teljesedik be az is, amit Jézus mondott, hogy nincsen olyan titok, ami ki ne tudódnék, és nincs olyan rejtett dolog, ami napfényre ne jőne. Ott derül majd ki az is, hogy mi minden lapult itt a földön egy kedves, talán egy mosolygó, barátságos arc mögött. Ott történik meg majd a nagy szétválasztás a konkoly és a búza között, amit mindig olyan fölismerhetetlenül összekeveredve volt egymással. Tehát ez is hozzátartozik ahhoz a nagy ítélethez. Ez a leleplezés. Ez a megjelenés. De még itt is előbb az evangéliumnak a vigasztalása hangzik. Mert gondoljátok, testvérek, hogy annak a Krisztusnak a dicsőséges megjelenése fogja majd leleplezni a legtitkosabb csupasz énünket, aki előbb, heidelbergi Kátlink szavai szerint is, itt a földön értünk állt oda az Isten ítélő széke elé, és levet rólunk minden kárhoztatást. Tudjátok, én valahogy úgy gondolom, hogy ott fogjuk majd igazán megtudni azt, hogy mit is jelentett az a bűnbocsánat, amit itt kaptunk. Mert ott fogjuk majd meglátni a bűneinket a maguk szörnyű valóságában, azokat is, amiket nem is tudtunk. És ugyanúgy ott fogjuk el majd megtudni azt is, hogy mit jelentett a fölkínált bűnbocsánatnak az el nem fogadása, vagy visszautasítása. Mert ott lepleződnek le majd azok a bűneink is, amitől még csak nem is tudtunk, a maguk rettenetes szörnyűségében. Tehát az az ítélet, amifelé haladunk, nem csak felmentést, hanem igen, elmarasztalást is jelenthet. Mint ahogyan a mágnes nem csak vonz, hanem taszít is. Vonzza azt, ami hozzátartozik, és taszítja azt, ami idegen tőle. Az a titokzatos, hatalmas valaki, aki elé majd oda gyűjtetnek mind a népek, nem csak olyat fog majd mondani, hogy gyertek én atyámnak választottai, hanem olyat is, hogy távozzatok én tőle. Tehát abban az ítéletben nem csak üdvösség van, hanem kárhozat is. De itt testvérek, nagyon vigyázzunk. A kárhozat és a pokol fogalmával az elmúlt két évezred során nagyon sok visszaélés történt. Sokan szeretnék fönntartani a poklot és a kárhozatot azok számára, akiket nem szeretnek. Akikkel haragban vannak.
akiktől talán szenvedtek. Még egy híres nagy egyházatya, Tertullián is, azzal vigasztalta a veszélyeztetett, az üldözött keresztény gyülekezeteket, hogy ne féljenek, hamarosan égni látják majd a pokolban az ő ellenségeiket. És bizony azt is meg kell mondani, testvérek, hogy a keresztény képzőművészet se tett valami jó szolgálatot azzal az érzéki ábrázolással, ahogyan a pokolt elképzelte és megjelenítette, lobogó tűzzel, lópatás, ördögő fiókákkal, kisebbel, nagyobbal, tüzes villákkal és kínokban vergődő, gyötrődő emberekkel. Az Új Testamentum kétségtelenül beszél pokolról. De mielőtt egyáltalán beszélnénk a pokolról, néhány megjegyzést hadd tegyek a pokollal kapcsolatban. A Biblia sohasem úgy beszél a pokolról, mint egy meghatározott helyről, hanem mindig úgy, mint egy bizonyos fajta állapotról. Még amikor ezt említi, hogy a Gehenna, ez sem egy hely megjelölés. A Gehenna szó a héber G-himnom szónak az elgörögösített formája, és a G-himnom magyarul himnom völgyét jelenti. Ez ott volt Jeruzsálem déli határán egy völgy, amelyben a Krisztus előtti második századtól fogva pogány gyermek áldozatokat hajtottak végre, és a zsidóknak a hite szerint az ítéletkor majd a lángtenger fogja megemészteni azokat, akik ebben a szörnyű pogány szertartásban részt vettek. Tehát a Gehenna szó már Jézus ajkán is, már Jézus korában is szimbolikus kifejezés. Még inkább ilyen szimbolikus kifejezések ezek, mint a tűz, vagy az örök tűz, vagy a harag, az örök harag, vagy a külső sötétség, vagy a sírás és fogcsikorgatás. Hogy mennyire szimbolikus kifejezésekről van szó, semmi sem mutatja jobban, mint az, hogy a tűz és a sötétség már magában is kizárják egymást, hogyha szó szerinti értelmében akarnánk venni őket. Tehát ezekkel a szavakkal a kárhozatnak az állapotát akarja éreztetni a Szentírás. Ha éreztél már valamit, a lelkiismeret furdalásnak abból a mardosó fájdalmából, ami úgy égetett belülről, mint a tűz. Hogyha sírva és fogcsikorgatva gondoltál már valaha egy olyan mulasztásodra, amit soha többet nem lehet már jóvá tenni többé. Vagy hogyha láttad már elrémülve, hogy valamilyen bűnöd, milyen gyötrelmet, milyen pokoli kínt tud okozni valakinek, vagy akár neked magadnak. Nos, akkor ezeknek a fájó élményeknek a végtelen perspektívájában gondold el a pokol. Akkor már körülbelül sejted, milyen irányban lehet az a pokol. Csak most még ettől a pokoltól, a lelkiismeret tüzétől és a jóvá tehetetlen bűnnek a égető fájdalmától még van szabadulás. Mert Jézus vére elfedez mindent, ugye? De az ítélet után már nincs. Csak tehetetlen megbánás fájdalma. Valahogy úgy gondolom, hogy a pokol azt jelenti, hogy sírva és fogcsikorgatva gondol vissza az ember mindarra, amit itten elmulasztott és eljátszott és eltékozott. A pokol valami olyan dolog, hogy nincs többé jövő, csak egy nyomorúságos, terméketlen visszamerengés a múltban elszalasztott alkalmakra. És egy emésztő gyötrődés, hogy nem akartam megismerni és elfogadni az életnek az értelmét. Én azt hiszem, testvérek,
ezekre vonatkoznak Jézusnak az ilyen szavai, ahol az ő férjük meg nem hal, és tűzük el nem alszik. Azután egy másik megjegyzés a pokollal kapcsolatban. Figyeljétek meg, Jézus vagy az apostolok soha se tájékoztatólag beszélnek a pokolról. Tehát soha se önálló témaként, hogy mi a pokol, vagy milyen a pokol, vagy hol van a pokol és a kárhozat, hanem mindig figyelmeztetőleg. Tehát úgy, hogy ez az, amit az Isten nem akar. Ez az, amitől Jézus megvált. Ez az, aminek a rettenetes vízfénye ott tükröződött, ami megváltó Urunknak az arcán, amikor ott a Gecsemáné kertjében olyan pokoli módon gyötrődött, hogy vért verejtékezve izzadt halál tusában lévén. És ez az, amit ő végig szenvedett, hiszen azért gyötrődött olyan istentelenül. Tehát a pokol mindig csak mint egy sötét háttere a Jézusban fölkínált ingyen kegyelemnek és bűnbocsánatnak. Istennek azt a szeretetét hirdeti, hogy lássátok meg emberek, mitől akar megszabadítani benneteket az Isten. Mert az Isten nem elvetni akar senkit, hanem az Isten üdvözíteni akar mindenkit. A pokol tehát csak mint egy sürgetően aláhúzza a Jézusban fölkínált kegyelem elfogadásának a halálos komolyságát. Tehát érzitek, még a pokol hirdetésében is az evangélium hangzik. Nézd, ettől akar megszabadítani az Isten, attól a tehetetlen önvádtól, annak a fájdalmától, annak a mardosó, égető tüzétől, és annak a reménytelen sötétségétől. Tehát az egész pokol felszólítás arra, hogy ne halogasd a döntést. Most még kinyújthatod a kezed Jézus után, akiben Isten a te számodra is nyújtja feléd az életet, az életnek a kiteljesedését. Nézd, Jézus ottan a kereszten, abban a rettenetes elhagyatottságban elhordozta helyetted is az elvettetésnek minden borzalmát. És ez igaz. De csak annyiban, amennyiben te ezt a magad számára a hiteddel elfogadod. Ragadd meg tehát az Istennek a mentő kezét, amit Jézusban nyújt feléd, amíg még lehet, mert most még lehet. Isten téged is üdvözíteni akar. Csak az a kérdés, hogy te is ezt akarod-e? Mert, és ez a végső megjegyzés a pokollal kapcsolatban, sohasem úgy beszél Jézus a pokolról, mint olyan alkalomról vagy lehetőségről, ami azokra vár, akik őt soha se látták. Hanem mindig úgy beszél a pokolról, mint olyan lehetőségről, amiben olyanok juthatnak bele, akik őt látták, akik ővele találkoztak, akik őt ismerték, és akik az ő benne felkínált isteni kegyelmet és üdvösséget bármilyen módon elutasították. Akik az ő érdeméért adott bűnbocsánatra, akár nyíltan, akár titkosan, akár antikrisztusi, akár egyházi formában, akár közönösségből, akár ellenséges érzületből nemet mondtak. Tehát sohasem az Isten ítél valakit kárhozatra. Ezt jól jegyezzétek meg. Sohasem az Isten ítél valakit kárhozatra vagy pokolra. Mi magunk ítélhetjük magunkat arra.
mert azon az utolsó nagy végső ítéleten már csak kiderül, hogy ki mit választott. Csak lelepleződik, hogy ki mit vetett, mert azt fogja majd aratni is. A pokol már csak mint egy végső konzekvenciája annak a döntésnek, ami itt és most születik egy embernek a lelkében, a te életedben is. A pokol nem úgy zúdul rá, nem úgy zuhan rá az emberre, mint egy megsemmisítő bomba, hanem úgy éri ki, mint az egész életnek a gyümölcse. Tudjátok, hogy kik lesznek majd ott a pokolban? Azok, akiknek Isten sok türelmes, szerető hívogatás után végül azt mondja, legyen meg a te akaratod. Hát, mi a te akaratod? Hadd fejezzem be, Jézusnak az egyik leghatalmasabb, legcsodálatosabb ígéretével. Bizony-bizony mondom néktek, aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van, és nem megy a kárhoz.